Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballcast, és a mai videóban megnézünk négy darab óriás nagy fémdobozt a Panini Premier Liges Adrenx-el sorozatból. És azért érdekesek ezek a nagy fémdobozok, mert garantált Golden Baller kártya van, ami teljesen megújult dizájnnal rendelkezik. Minden eddiginél jobb, szerintem, hiszen arany, ilyen nagyon érdekes plastik kártya a hátulja, de az elején is ott van a fickó éppenséggel, legyen az valamilyen nagyobb sztár, vagy maga az Invincible kártya, amin több sztárfocista is látható. Viszont emellett még, hogy van egy valamilyen Golden Baller a 9 közül, még 10 bontatlan csomag jár, amiből megint van esélyed Golden Baller nyitni, tehát lehet ebbe a fémdobozba 2 is lesz. Illetőleg limitált kártya is van benne, ami meg lehet digitálisan aláírt, vagy valóságos aláírt. Az meg nagyon durva, hát az óriási érték. És persze az online kártya, úgyhogy elég komoly lett ez a nagy fémdoboz. Szerintem így a focis kártyákra, ahol így kompletten ez a nagy fémdoboz tudja a legtöbbet a Premier League szériából. Más szériák nagy fémdobozai nem tartalmaznak mondjuk garantált Topmastert, ami ugye a Golden Bowlernak megfelel. És négyet fogunk megnézni a mai videóba. Le is pakoltam őket. 4 különböző szín elérhető. Boltokban, illetve a Collectornál is volt elérhető, hát remélem, hogy majd beszerzik a többit is. A lényeg, hogy nagyon gyorsan elkapkodjátok mindig, úgyhogy én is örülök, hogy egyáltalán nekem jutott. Nézzétek meg az oldalon, hogy van-e még elérhető nagy fémdoboz, ha van, akkor pedig érdemes lecsapni a limitált és a Golden Baller miatt már önmagába is, illetve nagyon szépek a színek is. Dombor nyomott a fémdoboz. Mielőtt elfelejtem mondani, ez nagyon különleges, mert csomó fémdoboz egészen megúszós, hogy semmilyen mintázat nincs rajta. Hát itt a Premier League logo, és még dombornyomás is van. Összesen 4 különböző színben elérhető. Ez itt is van. Úgyhogy nézzük meg. Kezdjük akkor a kékkel. Van egy ilyen perforáció a tetején. Aha, hát ha működne. Nem egy olajozott perforáció. Úgy. Na, szemét viszontlátásra. Na nézzük akkor, hogy mégis mit kapunk a pénzünkért. Érdekes a fémdoboz, nem olyan nagy, mint a társai, mármint, hogy lehetne magasabb is, hiszen más szériákban van, hogy magasabb fémdobozt adnak. Ez alacsonyabb viszont ott a Panini, és ott az Adrenix-el logó, ráadásul az Adrenix-el úgy szintén dombornyomot, de ez látszik is a belső felületén is. Na és akkor megérkezünk a lényeghez. Limitált kártya. Golden Baller kártya, wow, nagyon menő, hogy külön csomagolást kapott, és a Topsell ellentétben, bocsánat, hogy itt ki kell emelnem a konkurens márkát, de muszáj, nem úszta meg a Panini, nem azt akarta, hogy egy fehér pakkot beraknak, hanem van bontási élményed, és ez talán mindennél többet ér. És a 650 coinos kártya, szuper jó, és itt oldalról be lehet nyúlni, hogy kiszed, azt a rengeteg csomagot, ami még jár ezen felül, összesen 10 bontatlan csomag, tehát ebben a videóban 40 bontatlan csomagot meg fogunk nézni, illetőleg van benne egy hát, én nem is tudom, ez egy karton, de hogy mire jó, őszintén szóval, max arra, hogy ne lötyögjenek a dobozba, így a pakkok, mert azért ez így gáz lett volna, ennek oké, de utána szerintem így már sokkal hasznosabb tud lenni, és puhat okozva tudod benne tárolni a kártyákat. Na, használati utasítása részemről megvolt, bontsunk ki néhány sima csomagot, hogy aztán tudjunk örülni a durva csomagnak, hogyha ezekből nem jön semmi esetlegesen, de mondom, ezekből is jöhet különleges kártya. Csillogósokat én félre is tenném, hogy mennyit nyitunk, mert kíváncsi vagyok így a végén egy összegzésképpen, hogy alapkártyából, illetve csillogósból mennyi jött. Bónuszkártya összeragadt, 2 csillogós itt is megvan, line-up kártya, az is nagyon ritka lett ebbe a szériába valamiért. Nagyon sokat szenvedtem a line-upok kigyűjtésével. Nektek is kellett segíteni. És akkor így összejött, viszont itt egy Golden Baller, amint mondtam, hogy sima csomagból is lehet nyitni. Miért ne lehetne? És akkor így ebbe a dobozba 2 Golden Baller is volt, vagy hát lesz még. Azt a mindenit, de jól néz ki a hátuljana, de ki van rajta? Egy eze. Egy eze Golden Baller, a Crystal Palace-nak a játékosa, nagyon szép kártya, 100-100-100 a pontszáma, gyönyörűséges, úgyhogy ennek nagyon-nagyon tudok örülni. Hát ez zseni. Hát most már feladta a leckét így a többi doboznak, hogy egyáltalán azokban lesz-e Golden Baller, mert így már azért nem olyan egyszerű a történet, hogy sima csomagokból sikerült nyitni.
nézzük, hogy mi van még. Aztán utána a limitedeset megnézhetjük, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a limitáltas pakban milyen finomság rejlik éppenséggel. Úgyhogy nézzük meg, ez a rózsaszín limitedes pak. Oké, Aston Villa-s, védő, sima, limited, cash. Nem aláírt, nem digitálisan aláírt, csak egy sima cash limited, de ennek is örülök azért. Nézzük, hogy mik vannak még itt. Ó, egy Adrian Rush, de jól néz ki. Egy különlegesebb a dizájnja, egy visszatükröződős 3D megoldással rendelkezik. Egerd, még egyszer. Itt a csillogós lapja, ott a sima kártyája, ez mondjuk poén, hogy pont kinyitottuk különlegesebb változatba is. Nézzük akkor a következő pak, Manchester City a hátulján. Az elején egy Liverpoolos bónuszkártya, majd utána Christian Eriksen, Sancho, Jonjo Shelvey, Thiago Alcantara és Julian Alvarez, aki megtisztel minket a lapjában. Ezt követően nyitunk egy Golden Bowler, hiszen már rég a kezem, hogy azt a pakkot is kibontsam. West Ham, majd utána Emiliano Martinez, egy Tim Ram, Vitinho, hát itt már semmi különlegesség, még Gabriel Jesus, illetve Foster jön. Szuper. Na nézzük akkor Golden Bowler. Vannak hiányzóim, vagy hát egy hiányzóm van Golden Bowlerből, úgyhogy a Watkins, azt hiszem, igen, úgyhogy őt kellene kinyitni. Nézzük, ki lesz az? Bentancur, nem rossz, örülök neki. Rashford és Gakpo ne legyen, hiszen a starterekből Rashfordot és Gakpót lehet csak nyitni. A fénydobozoknál nem tudom, hogy van-e ilyen szabály, hogy fixen. Hát túl sok Golden Bowlert nyitunk, úgyhogy standet már le is szedem. Megörültem neki, de látom, hogy rengeteget fogunk nyitni. Szerencsére. Úgyhogy annyira nem különleges, hogy standre kerüljön. Na majd valami jó kis aláírt limited, az már az lesz. Szuper, jó. Így kettő csomag van ebből a fémdobozból. Nézzük meg ezeket is. Így ez egy elég hosszú videó lesz, de van is miért. Hiszen ennyi fémdoboz se minden nap bont az ember. Viszont gondoltam akkor már, lőjük el a teljes szeftet, mert így sem releváns a videóm, hiszen ez azért kaptam, hogy így a kollektortól, hogy bemutassam, az közben meg már fele nem is kapható náluk, már gyorsan elraboltátok. Azért gondoltam, hogy akkor na, itt az idő egybe kibontani. Talán ők se haragszanak, megérte. Szuper. Na nézzük akkor a következőt, az a citrom sárga lesz. Megpróbáljuk megint a perforációt, ami most sokkal jobb volt, mint az előbb. Bár ettől függetlenül, hogy lehúzom a perforációt, továbbra se értem, hogy ugyanúgy szét kell izélni. Tehát nem lett egyszerűbb a kibontása, de valami plusz élmény van. Citromsárga, jól néz ki, nagyon rendben van, hátulja is teljesen oké, és van egy kis leírás, egy kis perem, tök oké. Na nézzük akkor, ebbe is ott vannak a pakkok, amik nem hiányozhatnak. Azt a mindenit. Komoly, de sok van benne. Nem bírom kiszedni. Oké, megvagyunk, mehet rá vissza a fedél. És akkor már ez is megvan a kollekcióban, én ezeket a fémdobozokat se szoktam kidobni. Úgy, ha többet nyitok esetleg, mert megtártasodom, hogy többet kéne nyitni, rájövök, akkor is kiküldöm mail-be, vagy valami hasznos gyűjtéstárolási módszerre alkalmazom. Arra használom, úgyhogy kidobásra semmiféleképpen nem javasolt, ha már fémdobozt veszel, és nagyon szépek. Na nézzük! Megint jó lenne sima csomagból Golden Bowlert nyitni. Tudom, hogy kicsit telhetetlen vagyok, de hát az előbb sikerült, akkor most miért ne sikerülne? Úgy, nézzük a következőt. Manchester United-os védő, az már ott fix. Itt az elején csillogós. Hát, nem, sajnos nem. Össze-vissza vannak forgatva a kártyák, sőt, Aguert személyében dupla is jött. De ez meg a kártyagyűjtés vele járója, hogy duplát nyit. Nem kell rajta meglepődni. Viszont szeretnék majd meglepődni, csak a jó kártyákon inkább. Az élvezetesebb lenne. Nézzünk már akkor valami pakkot. Nézzük már a Golden Bowler-es pakkot. Kíváncsi vagyok, hogy megint Bentancur vagy most ki lesz akkor. A srác, aki egyetlen egy kártya a pakba, az is műanyagból van. Ó, Haaland! Olé! Hát talán! A legjobb Golden Bowler, ha nem a legjobb, de egyértelműen a legjobb szerintem. Azt a mindenit.
Na ez igen, ez már valami, láttad? Ez durván jól néz ki. Úgyhogy a Golden Bowler-es kollekciónkat egy Haalanddal bővítettük, jelenkorunk egyik legnagyobb sztárjával. Úgyhogy a boldogság teljesen szétáramlott a testemben. Nézzük, hogy miket nyitunk. A Brentford az... Mi van a Brentford? A logó, felállás, és még egy kapus is jön. Hát ez zseniális a Brentford. Remélem a limited, de akkor nem Brentfordos lesz. Hiszen ott az alján a rózsaszín limitált csomag, amiből szereztem egyébként külön, hiszen hivatalosan nem eladható, de hát az eBay-en azért tudjuk, hogy mindent eladnak az emberek. És még annó Peti vett, és átküldte, elkértem a linket, hogy hol vette. És a csávóval beszéltem, és még volt neki, úgyhogy eléggé nyomott áron sikerült 20 darab ilyen limitáltas pakkot venni, úgyhogy abból is fogunk majd egy jót bontani. Ezt meg azért csináltam, nem feltétlen csak az alaplimitedek kinyitása miatt, hanem bizony már szeretnék egy aláírtat, vagy digitális aláírtakat levadászni. Nekem a digitális aláírból is nagyon kevés van, úgyhogy már annak is örülnék, hogyha abból lenne egy picivel több. Három csillogós a pakba, az nagyon-nagyon különlegesnek számít, az óriási bontás, az ilyen lucky packnek mondható. Na, nézzük, még van kettő. Oké. Alapjátékosok, semmi különleges, viszont itt kettő csillogós, úgyhogy azok is jöhetnek. Elég jól áll a csillogós torony is egyébként, annyira nem húzott el a sima kártyás torony. Ráadásul a csillogósban nagyon akarnánk, belevehetnünk a Golden Bowlert, illetve a limitáltat is, úgyhogy teljesen jól áll a csillogós része ennek a bontásnak. Alkalmazásos kártya Fire típusú, nagyon szépen megcsinálták. Oké, és akkor nézzük a végén limitáltas pakkot, reméljük, hogy valami extrém jó lesz. Bormusz játékos, az már biztos nem lesz extrém jó, és ráadásul egy Tavernier teljesen alap limitált. Nincs rajta se digitális, se valós aláírás. Viszont van nekünk egy narancssárga fémdobozunk. Ez a fémdoboz, a citromsárga, Haaland volt benne a tényleg értékelhető játékos, hiszen az egy nagyon vagány és sokat érő Golden Bowler. Többihez képest is többet ér. Viszont hát nem volt a sima csomagokban semmi különleges, és a limitált is gyenge volt. Na de a narancssárga. Na de a narancssárga, és akkor bontjuk, jó, nem, ez jó lesz, úgy fogjuk kibontani, hogy a Panini megálmodta. Most vitatkoztam itt magamba, de sorba fogunk menni. Ahogy a Panini kitalálta, mi úgy bontjuk ki, úgyhogy egy legendával nyitunk. Lesz Fernand. Ajajajaj, sarka beakadt, nem akarom lesarkadni. Úgy, nagyon óvatosan. Azaz! Az egy signature, egy digitálisan aláírt változat. Ez többet ér, mint az alap. Ugye nem valós az aláírás, hanem rányomtatott, de ugye az alap az fehér, ez meg fekete színű itt a háttér. Nagyon jól néz ki, és ritkább, értékesebb, ritkább, mint az alap. Ennek nagyon-nagyon örülök. Szuper jó. Na, ez eddig működik. Na, itt kéne egy Watkins, és akkor teljesen rendben lennénk. Nem? Ez egy Alexander Isak, de legalább nem dupla. Négy különböző Golden Bowler, és eddig csak három fémdoboz bontottunk ki, sőt, a harmadikat nem is nyitottuk ki teljesen. Ez menő, ez nagyon menő így egyenlőre, hogy nem dupláztuk be a Golden Bowlereket. Na nézzük, sima csomagból. Invincible-nek is nagyon örülnék, mert Petinek az nincs meg, és nagyon szívesen cserélnék vele, ha már így együtt szoktunk videózni, akkor szerintem ha lenne egy Invincible cserém, akkor rá gondolnék legelőször, hogy neki is legyen így meg. Úgyhogy annak is tudnék örülni, mert ennek is hiányzik pár Golden Bowler, úgyhogy majd lebizniszeljük itt a videó végén a dolgokat. Na nézzük, mi a helyzet. Oké. Okay. Egyelőre egész jól alakul. Kettő csillogós, az átlagos egy csomagba egyébként. A három a vagány, egy az, hát ha egy csillogos vagy egy pakban, az gyenge. Az nagyon gyengének mondható. Annak annyira úgy nem kell örülni. Fire, illetve Hatchet, illetve Ellison, Lamptey, Akanji és egy Riedwald. Jó. Következő pak. Azaz.
Van benne egy West Ham United-ös, Antonio, majd utána egy Pickford, válogatott kapus, Iwobi, majd egy Tomiyasu, Cash, illetve Caicedo, Iwobi még arzenálos is volt, Pickford néha angol válogatottas, mármint nem azért néha, hogy nem meghalt, hanem hogy nem mindig ő az angol válogatott kapus, de azért elég sokszor védett már Gudmundson, egy Bowen, majd utána egy Raúl Jiménez, illetve Douglas Luiz, Fofana és egy Tarkovsky. Úgy, nézzük a következő paklit. Most már nincs olyan sok hátra ebből a dobozból. Villanthatna valamit? Arzenál a sajnos ez csak egy Zinchenko egycsillogósos pak. Nem Zinchenko szerepével van a baj, hanem a csillogósok mennyiségével. Hogy csak egyetlen egy darab volt. Oké. Alkalmazásos kártya után Raheem Sterling, majd utána egy Solanke, Willock, illetve van egy Lukic, egy Janelt és egy Johnson. Jön a következő pakli kártya. Crystal Palace-os. Nézzük az elején, ott egy Tottenham Hotspur, majd itt egy Crystal Palace Anderson, Arsenal Tomiyasu, hát kellemetlen Iwobi. Na jó, van, nagyon kellemetlenül jönnek a duplák. Ez azért nem volt így túl jó pofacsomag. Utolsó pak ebből a dobozból. És akkor így végeztünk is. Phil Foden Next Level, illetve van itt egy Wolverhampton Wanderers-es kártya, kettő felállás még ebbe a csomagba. Oké, végül is nem ez volt a legrosszabb doboz. Még mindig azt mondanám legrosszabb doboznak, amiben a Haaland Golden Baller volt, szóval az se rossz doboz igazából. Itt viszont azért villantott egy óriási legenda aláírtas változatot, úgyhogy annak nagyon tudok örülni. Utolsó fémdoboz, a zöldséges, nézzük meg, hogy ebben lesz-e valami extrém jó. Na, gyere már ki. Úgy, nézzük is meg akkor, lehúzzuk a tetejéről a dolgot, és akkor itt vannak benne a csomagok. Hát klasszikusan, hogy is csinálhatnám másképp, utoljára hagyom a két legdurvábbat, hogy azzal végezzünk így a videó utolsó pakjaira. Úgy, és akkor nézzük az alapcsomagokat, de ott is lehet Golden Baller, és most már ajánlom, hogy legyen, mert egyenlőre a kék doboz volt a legjobb ebből a szempontból. Abba volt Golden Baller a sima csomagban. Itt ezekben nincsen, bár a nyitási esélye ugye az rajta van a hátulján. 50 csomagonként van, ott írja is. És én ebben a videóban 40 csomagot nyitok ki, tehát még így is azt mondhatom, hogy óriási mázlim van. Így meg aztán pláne. 80 csomagonként nyitható a kettő Golden Baller. Annyi lehet itt a szomorú, hogy Cody Gakpo jött belőle. Viszont, ha azt nézed, ez is különböző. 5 különböző Golden Baller. Na, az a nem semmi. Az eléggé durva. Azt a mindenit. És hivatalosan ugye nem feltétlen kellett volna. Az is benne a pakliba, hogy veszel 4 darabot, fémdobozba, és egyet se nyitsz. Az is simán benne van. Persze a garantált akkor is ott van. Tehát fixen van benne Golden Baller, és akkor így... Ez már nem is olyan rossz deal. Szerintem is ez a legjobb biznisz ezekben a nagyfém dobozokban, hogy ott van a fix Golden Baller, és nem kell utriznod. Milyen menő lenne, ha lenne a FIFA 365 szériába, ugye talán a legnépszerűbb széria, hogy garantáltan van benne Top Master. De akkor legyen drága a filmdoboz, tehát nyugodtan legyen drága, 6-7 ezer forint, de fixen ott van benne a Top Master. És én annak nagyon-nagyon tudnék örülni egy ilyen filmdoboznak. Csak azt venném. Tonna szám. Jó, nem csak azt, de azért biztos vennék belőle sokat. Mert ebben a fémdobozban viszont kevés a limited így. A kicsi fémdobozt azt meg akkor vett, hogyha sok limitedre vadászol. És én már pedig sok limitedre szeretnék majd vadászni, úgyhogy megnézünk 4-et a kicsi fémdobozból is, és ott limited parádézások lesznek a javából. Na de ez még a jövő zenéje. Előtte nézzük meg, hogy mik jönnek. Most már azért a sima torony az eléggé elhúzott. És már a pakkokkal is a végén vagyunk. Mindjárt megnézzük a leg-leg-legdurvábbakat. Itt az utolsó eresztésben.
Mindegyik pakli típusból már csak egy. A simából már egy se. Ó, és a végére azért egy Fire is jön. World Class típusú. Nagyon szuper. Jöjjön akkor, jöjjön a nagy durranás. Limited pack. Ó, legenda. Ó, a legenda. Egy alap. Jaja Touré. Nagyon örülök, mert a legenda az menőbb, mint az sima limitált. Ez egy legenda kártya, és itt mondtam a különbséget, hogy látjátok, ez fehér, ez meg fekete. Úgyhogy azért van különbség az aláírt és a nem aláírt változat között. Gondolom, hogy milyen durva lehet, ami eredetileg is alá van írva rendesen. Az lehet a legkomolyabb. Na nézzük, Golden Bowler-es csomag, te vagy az utolsó. De a giga hosszú videóban nagyon brutál lenne, hogyha mind a 6 Golden Bowler, hiszen már azért fix, hogy 6-ot fog bontani. Szóval mind a 6 különböző lenne. És különböző is, viszont továbbra is van hiányzó. De különböző, különböző, Saka, Haaland, Bentancur, Isak, Eze és Gakpo, ők a srácok a mai videóban a sztárok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ti vagytok a legnagyobb sztárok, hogy megnéztétek ezt a videót, aki pedig feliratkozik, az meg még nagyobb. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, hát azért itt rengeteg kártyát kibontottunk, eszméletlen mennyiségű csomagot, mind limited, mind Golden Bowler csomagból, rengeteg alaptípusú kártya mellett azért rengeteg csillogós is jött, ez mind csillogós, úgyhogy ha már külön gyűjtöttem, akkor nézegessük meg, eszméletlen jól néz ki a torony, illetve limitáltakból is jött pár jó, de ez a doboz, ez a Golden Bowlerekről szól, a nagy fémdoboz. Köszönjük, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók lehetek, linkek a leírásban, sziasztok!